hogy vagytok? Meséltek, amúgy. Nem losoltam meg senkit. Pedig dumáztuk tegnap, hogy azt kéne csinálnom, hogy Szandrát egy vödör vízzel leöntöm reggel, de nem. Mindenki itt van. Az igen, kösz a szábot amúgy Rákbelező, meg Bence is, csak Bence hamarabb küldte. Semmit nem tudok a játékról, azt csak így most elmondanám előre, hogy semmit nem tudok a játékról. Tehát, hogyha valaki vágja, akkor elmesélheti Mizu. Miféle játék? Ami ki van írva az esom? Stanley Parable. Legjobb játék a világon? Ez egy Stanley nevű férfi története. Stanley egy cégnél dolgozott egy nagy épületben, ahol ő volt a 427-es alkalmazott. A 427-es alkalmazott munkája egyszerű volt. Ült az asztalnál a 427-es szobában, és gombokat nyomkodott egy billentyűzeten. Utasítások jöttek hozzá egy monitoron az asztalán, megmondva, melyik gombokat kell megnyomnia, milyen hosszan és milyen sorrendben. A 427-es alkalmazott ezt csinálta minden év, minden hónapjának, minden napján. Az elég unalmas. És már mások ezt lélekülőnek találták volna. Stanley élvezte az utasítások érkezésének minden pillanatát, mintha eleve erre a munkára teremtették volna. És Stanley boldog volt. Aztán egy napon valami nagyon különös történt. Valami, ami örökre megváltoztathatja Stanleyt. Valami, amit sosem fog igazán elfelejteni. Majdnem egy órája volt az asztalánál, mikor rájött, hogy egyetlen utasítás sem érkezett a monitorára, amit követhetett volna. Senki sem jelentkezett, hogy utasításokat adjon, értekezletet hívjon össze, vagy akár beköszönjön. A cégnél töltött évei során sosem történt ilyen, ez a teljes elszigetelődés. Hoppá. Valami teljesen nyilvánvalóan nem volt rendben. Döbbenten, teljesen ledermedve, Stanley hosszú időn át képtelen volt megmozdulni. De mikor feleszmélt és összeszedte magát, felkelt az asztaltól és kilépett az irodájából. Kilépett az irodájából, tehát akkor ki kéne menjek. Minden munkatársa eltűnt. Mit jelenthet ez? Bármilyen szorgalmasan keresgélt, Stanley nyomát sem találta a munkatársainak. Nem lehet kinyitni az ajtókat amúgy. Jó, ez a játék nagyon... Stanley körbejárta, megérintett minden apróságot az irodában, de ez mit se számított, és a történetet sem mozdította előre semmilyen módon. Ez backrooms. Mikor Stanley két nyitott ajtóhoz érkezett, a balján lévő lépett be. Azt kell mondanom, amit csinál, amúgy, vagy mi? Azt kell csinálnom, amit mond. De itt sem volt egyetlen ember sem. A hitetlenkedés hullámát érezve, Stanley úgy döntött, felmegy főnöke irodájához, remélve ott talán talál választ. Takarítószertáró... Jaj! Stanley belépett a takarítószertárolóba, de itt nem volt semmi. Hát megfordult, és visszatért a helyes útra. Aha, azt csak hiszed. Édes Istenem, mit vállaltam el? Egy lépcsőhöz érve, Stanley felfelé ment a főnöke irodájához. Fölfelé? Na jó. Akkor lefelé megyek. De Stanley egyszerűen nem tudta megtenni. Fontolóra vette annak lehetőségét, hogy főnöke színe előtt bevallja, munkaidőben elhagyta a helyét, amiért kirúghatják. És ilyen versengő gazdasági helyzetben miért vállalt ezt a kockázatot? Pusztán mert úgy hitte, mindenki eltűnt. A főnöke bolondnak gondolná. Mi az Isten? Aztán Stanley eszébe ötlött valami. Talán, gondolta, talán bolond is vagyok. Az összes munkatársam rejtélyes módon minden ok nélkül eltűnik a létezésből. Most ugyanarra megyek? Vissza kell fordulnom. Az egésznek nem volt logikus értelme. És miközben Stanley ezen töprengett, kezdett más különös dolgokra is felfigyelni. Például, miért nem látta a lábát, mikor lenézett? Miért csukódtak be mögötte automatikusan az ajtó? Ez egy videójáték. Hová ment is? És ha már itt tartunk, ezek a szobák kezdtek igen ismerősnek tűnni. Lehet, hogy egyszerűen ismétlődtek? Nem, mondta Stanley magában. Ez az egész túl furcsa, ez nem lehet valóságos. És végül eljutott ahhoz a következtetéshez, ami már a nyelvehegyén volt, csak nem talált rá szavakat. Álmodom! Kiáltotta. Ez az egész egy álom! Milyen megkönnyebbülést érzett Stanley, hogy végre választ talált, magyarázatot. Munkatársai valójában nem tűntek el, nem fogja elveszíteni a munkáját, mégsem volt bolond. Aztán azt gondolta, hamarosan fel fog ébredni. Vissza kell majd menni a unalmas valóvilágbeli munkájához, a gomnyomogatáshoz. Hát akár élvezhetné is ezt félálomban. Hát elképzelte, hogy repül, és finoman lebegni kezdett a föld fölött. Mi a Aztán fasz? Elképzelte magát az űrben szárnyalni egy mágikus csillagmezőn, és az is megjelent. Annyira jó móka volt, és Stanley csodálkozott, hogy még mindig nem ébredt fel. Hogyan tudott ennyire féléber maradni?
Aztán minden kérdések talán legkülönösebbike férkőzött be Stanley fejébe, elképett, hogy nem tette fel magának hamarabb. Miért van egy hang a fejemben, szóvá téve mindent, amit teszek és gondolok? A hang most magát írta le, ahogy Stanley gondolkodik rajta, aki ezt különösképp furának találta. Egy hangról álmodom, ami szóvá teszi, ahogy arról gondolkodom, hogy szóvá teszi a gondolataimat, gondolta. Asztarolt. És miközben az egészet nagyon furának gondolta, és azon töprengett, ez a hang mindenkihez beszéle álmában, az igazság az volt, hogy ez persze nem álom. Hogy is lehetne? Stanley talán pusztán félrevezette magát. A fejemben lévő hangok, chat. Ha azt hiszi, hogy alszik, akkor nem kell felelősséget vállalni a magáért. Stanley olyan éber jelen pillanatban, amilyen egész életében volt. Hallani a hangot, e szavakat meglehetősen döbbenetes volt Stanley számára. Elvégre ő kétséget kizáróan tudja, hogy ez konkrétan egy álom. Ez meddig fog menni? Nem látta a hang lebegni? Csak egy pillanattal ezelőtt? Mi mással magyarázna azt a hang? Ez a hang is biztosan az ő része volt, ha tudná valahogy, bebizonyítaná, hogy ő irányít, hogy ez egy álom. A mozgással aktiválom be a hát hangokat? Hát szeliden a szemét, és elkérte magát a felébredésre. Na, felébredünk. Érezte a takaró hűvös súlyát a bőrén, a matrac nyomását a hátán. Az ezen kívüli világ friss levegőjét. Ébredjetek fel, gondolta magában. Végeztem ezzel az álommal. Azt kívánom, legyen vége. Hadd menjek vissza a munkámhoz. Hadd nyomkodjam tovább a gombokat. Gombnyomkodás. Csak ennyit akarok. A lakásomat akarom. És a feleségemet. És a munkámat. Csupán az életemet akarom pontosan úgy, amilyen mindig volt. Normális az életem. Normális vagyok. Minden rendben lesz. Jól vagyok. És? Ugyanott felkeltünk. Nem, ez most kicsit más. Stanley üvölteni kezdett. Kérem, ébresszem fel valaki! Stanley a nevem! Van egy főnököm! Van egy irodám! Valódi vagyok! Kérem, mondja már valaki, hogy valódi vagyok! Valódinak kell lennem! Hallja valaki a hangom! Ki vagyok én? Ki vagyok én? Azt a kurva. És minden elsötétült. Bro, LSD trip. Ez egy Mariella nevű nő története. Mariella ugyanolyan napra ébredt, mint bármelyik másik. Felkelt, felöltözött, összeszedte a holmiát és a munkahelyére sétált. De ezen a bizonyos napon sétáját megszakította egy olyan férfi holteste, aki magában beszélve és kiabálva potladozott át a városon, majd holtan esett össze a járdán. Most mi? És bár a nő hamarosan nekilát majd mentőt hívni, néhány rövid pillanatig méregette a különös férfit. Mi? A férfi nyilvánvalóan bolond volt, ennyit tudott. Mindenki tudja, hogy néznek ki a bolondok. És ebben a pillanatban azt gondolta magában, milyen szerencsés, hogy ő normális, épeszű vagyok. Tudom, mi valóságos, és mi nem. Megnyugtató volt ezt gondolni, és valamilyen módon attól, hogy látta azt a férfit, jobban érezte magát, de aztán eszébe jutott az aznapra előjegyzett találkozó. A nagyon fontos emberek, kiknek a róla alkotott benyomásai hatással lehetnek karrierjére, és ennek okán az élete többi részére. Nem volt erre ideje. Így csak egy pillanat volt, ameddig itt állt, lebámulva a holttestre. Aztán megfordult és elfutott. Wow. És vége a játéknak. Bad ending. Szerintem. Igen. Minden munkatársa eltűnt. Mit jelenthet ez? Stanley úgy döntött, a tárgyalóba megy, talán csak elnézett egy emlékeztetőt. Hát rossz felé mentem és meghaltam, amúgy. Mikor Stanley két nyitott ajtóhoz érkezett, a balján lévő lépett be. Most jobbra megyek be. Nem ez volt a helyes irány a tárgyalóhoz, és Stanley tökéletesen tisztában volt ezzel. Talán előbb be akart nézni az alkalmazotti pihenőbe, csak hogy megcsodálja. Igen. Valóban egy csodálatra méltó szoba. Office. Mégis megérte a kitérőt, csak néhány pillanatot is itt tölteni ebben a makulátlan, gyönyörűen felépített szobában. Stanley csak álltott magába szívva az egészet. De Stanley visszatérve feladatához a balra lévő első nyitott ajtót választotta. De itt nincs is. Ja. Nem. Stanley annyira rosszul követte az utasításokat, hogy hihetetlen, hogy nem rúgták ki évekkel ezelőtt. Ne hazudj, ha épp hazudsz, hagyd abba. Mi a fasz? Oh, be lehet jönni az asztal alá. Látjátok a bal oldalt lévő dobozban látható kopaszt? Tessék feliratkozni rá! Az komoly? Az honnan tudta? Ez kicsit ijesztő ez a játék.
Helytelen teherlift használt, büntetés $1000. Figyelj, Stanley, azt hiszem rossz hangnemben kezdtünk hozzá ehhez. Nem vagyok az ellenséged, de tényleg. Megértem, hogy bizalommal viseltetni valaki más iránt nehéz lehet, de az tény, hogy a történet egész idő alatt másról sem... De Abbél igyekezetében, hogy bebizonyítsa, a történet irányítása az ő kezében van, és senki sem mondhatja meg neki, mit tegyen. Stanley leugrott a platformról, és a halálba zuhant. Szép volt, Stanley. Köszönöm. Mindenki úgy gondolja, hogy nagy hatalmad van. Na jó, újra, és most jó felé fogok menni. Várjunk, gondolom. Nem lehet béhoppolni, de próbáltam. Benne, hogy nem jönnek az utasítások? Hogy lehetséges ez? Sosem szakadt végük. Biztosan tévedtem. Mikor Stanley két nyitott ajtóhoz érkezett, a balján lévő lépett be. Jó. Kifogyott a játék! Bementem és kifogyott a játék. Most jó lesz szerintem. Minden munkatársa eltűnt. Stanley úgy döntött a tárgyalóban, Stanley úgy döntött, hogy a tárgyalóban elnézett egy emlékeztetőt. Hogyan öldj meg egy vitát egy munkatársal? Hagyd magadban érlelődni, töltsd ki passzív-agresszívan más munkatársakon. Nehéz... Bazza, nem tudom elolvasni. Kurva anyjár nyomkodják ilyen gyorsan. Passzopó Stanley. Na jó, akkor ezt most úgy teszek, mintha nem hallottam volna. Haja, Stanley, mit mondok? Egy lépcsőhöz érve, Stanley felfelé ment a főnöke irodájához. Jó, chat. Ó, vezetői mellékhelyiség? Oda majd nekem is el kell menjek amúgy. Mint csak nekem lenne oda téve amúgy. Felépve vezetőjének irodájába, Stanley megint csak döbbenten fedezte fel bármilyen emberi élet jelének teljes hiányát. A döbbent és zavarodott Stanley hitetlen kedve tűnődött. Ki intézte ezt az egészet? Miféle sötét titokból tartották őt távol? Amit nem tudhatott, hogy a főnök asztala mögött kódszár védte azt a szörnyű igazságot, amit a főnök rejtegetett előle. És így a főnök egy különleges titkos kódszámot adott neki. 2, 8, 4, 5. De persze Stanley ezt semmiképpen sem tudhatta. Igen, hogyha jól ütném be. Mégis hihetetlen módon, csak megnyomva néhány véletlenszerű gombot a kódzáron, Stanley puszta szerencsével épp a helyes kódot adta meg. Elképesztő. Hoppa. Belépett az újonnan kinyílt átjáróba. Mi a fasz? Aha. Vertigo? Rakjuk a bombát? Menjünk le. Ez konkrétan Vertigo, tesó, echo vágod. Mélyebbre ereszkedve az épületben, Stanley rájött, hogy kissé különösen érzi magát. Érzelmek mozgolódtak mellében, mintha szabadabb lett volna önállóan gondolkodni, megkérdőjelezni munkája jellegét. Miért érezte ezt most, mikor éveken át fel sem merült benne? Ez a kérdés nem sokáig maradt megválaszolatlan. No. Stanley egyenesen átsétált a nagy ajtón, melyen az állt elme irányító létesítmény. Vagy menekülés. Elmegyek erre. Bár erre a folyosóra a menekülés szó volt írva, az igazság az volt, hogy ennek a folyosónak a végén Stanleyt erőszakos halál éri. Visszafordulok. De persze Stanley meggondolta magát, és rájött, egyszerűen túl sok dolog van, amiért érdemes élnie. Real. A fény egy hatalmas televízió képernyőkkel teli szobára vetült. Mi a f... Milyen szörnyű titkot rejt ez a hely, gondolta Stanley. Van elég ereje kideríteni? A monitorok most életre keltek, felfedve valódi mi voltukat. Oh. Mindegyiken az épület egyik alkalmazottjának száma volt, Stanley munkatársaié. Mennyi személy élete, köztük Stanley képekké redukálva a képernyőkön, melyeket örökké figyeltek ezen a helyen, ahol a szabadság semmit sem jelentett. Damn. Ez az elmeirányító létesítmény túl szörnyű volt, hogy el lehessen hinni. Ez nem lehetett igaz. Stanley tényleg egész idő alatt valaki más irányítása alatt állt? Ez volt az egyetlen oka, hogy boldogan végzi unalmas munkáját? Mert érzelmeit manipulálták, hogy vakon elfogadja azt? Lehet, hogy irányítja valaki? Egy billentyűzettel és egy egerrel? Nem. Nem volt hajlandó elhinni. Nem tudta elfogadni. Az ő élete valaki más irányítása alatt? Soha! Elképzelhetetlen volt. Nem igaz? Lehetséges volt egyáltalán? Tényleg a világ dolgaira vakon tölkötte egész életét? Érzelmekkel felcímkézett kezelőelemek. Boldog, szomorú, elégedett. Séta, evés, munka, az egészet erről a helyről felügyelték és irányították.
És ahogy múltjának hideg valósága kezdett tudatosulni benne, Stanley úgy döntött, ez a gépezet soha többé nem fogja kifejteni szörnyű hatását más emberi életek fölött. Aha, ki kell kapcsolnunk. Mert egyszer, s mindenkorra szétszereli a kezelő szerveket. A nagy piros gomb lesz az. Nem. Jó, én nem megyek húgyozni. Mindjárt jövök. Jó, akkor kezdjük. Ez a történet. Egy átlagos fiúról szól. Manninról, aki elindította a Stanley Parable nevezetű játékot. Amikor elindította, még nem tudta azt, hogy a játék öntudatra ébred és átveszi az irányítást fölötte. Úgy teltek számára eddig a napok, hogy gombokat nyomkodott, rendvideókat készített. Twitchen streamelt jobbnál jobb játékokat, de most, ebben a percben a játék beszívta őt. Reagált a magyar tartalomgyártók jobbnál jobb tartalmaira, de most az én kezemben van. Szóval, kedves nézőközönség, mit csináljunk Manninnal? Akár folytathatná eddigi megszokott életét is, de nem. Valami örömtelibb kell, valami jobb. Igen, Chat, most a ti gombnyomásatokra várok. Írjátok már be! Egy csapat agyatlan majommal vagyok összezárva, akik nem tudják, hogy mit kell csinálni. Mondjuk reagálhatnátok valamit! De csácsát! Kurva jött, hogy osztam. Mizu Bali, kösz a rédet! Legjobbkor jöttél. Most éppen megnézzük, hogy hogyan lehet megölni az elmeirányító dolgot. Vagy nem tudom. Áramellátás. Ki? És mikor végre valahára megtalálta a szoba áramforrását, tudta, hogy felelőssége, kötelessége elpusztítani ezt a rettenetes helyet. És mint... És kinyomta az egészet, GG. Melyik resse a játék, remélem? Feketeség és a bizonytalanság erősödő borzongása. Vége volt. Vége mindennek? Igen. Győzött. Legyőzte a gépet. Megszabadult valaki más irányításának láncaitól, a szabadság pusztán pillanatokra volt. És mégis, aközben is, hogy a hatalmas ajtó lassan nyílt, Stanley eltűnődött hány rejtély hever még mindig megoldatlanul. Hová tűntek a munkatársak? Most tudok menni? Ó. Hogyan szabadult ki a gép markából? Milyen más rejtelmeket tartogat még ez a különös épület? De ahogy a napfény árad be a kamrába, rájött, hogy mindez nem számít neki, mert nem tudás vagy akár hatalom volt, amit ő keresett, hanem boldogság. Célja talán nem a megértés volt, hanem az elengedés. Többé senki nem mondja meg neki, hogy hová menjen, mit tegyen, vagy hogyan érezzen. Bármilyen életet is él, az az övé lesz. És ez volt minden, amit tudnia kellett. Ez volt talán az egyetlen érdemes dolog. Stanley átlépett a nyitott ajtón. Stanley érezte a bőrén a hűvös szellőt, a felszabadulás érzését, az előtte álló új út hatalmas lehetőségét. Pontosan ez volt ebben a pillanatban az, ahogy a dolgoknak lenniük kellett. És Stanley... boldog volt. Let's go. Hát akkor ez nem én vagyok, Chat. Fuck. És bezárt a játék meg ennyi? Kikresselt. Ennyi a játék. Ennyi. GG. Na ezt. Ezt érdemes lenne kiklippelni. Valaki klippelje már ki. Még sincs vége a játéknak, Chat. Még benne van a számítógépembe. Mi volt a kód? Amit a főnöke rejtegetett, Stanley annyira sietett a lehető leggyorsabban végighaladni a történeten, hogy egy perce sem volt hagyni a narrátor beszélni. Az F-fajta sietség egészségtelen, így hát némi megnyugtató New Age zene kíséretében lazított pár pillanatot. Túl gyorsan siettem. És most várni kell, bazd meg. Ki kell várni azt, amit alapból mondott volna, csak zenét ad helyette. Lecsillapodva és felfrissülve, Stanley nyugodtan sétált előre a nyitott átjáróba. Bár erre a folyosóra a menekülés szó volt írva, az igazság az volt, hogy ennek a folyosónak a végén Stanleyt erőszakos halál éri. Köszönjük szépen a Lizzie-nek, hogy támogatta ezt a videót. A mögötte lévő ajtó nem volt becsukva. Stanleynek még minden lehetősége megvolt megfordulni és visszatérni a helyes irányhoz. Soha nem. Ezen a ponton Stanley tudatos, megfontolt erőfeszítést tett az előrehaladásra, és hogy önként szembenézzen halálával. Hell nah. Ide le kéne esnem.
igazából nem halál lesz, hanem nyuszik. És szivárványok. Nem törted a lábam? Az mondjuk elég jó. Ahogy a gép zümmögve mozgásba lendült, és Stanley Centingként közeledett pusztulásához, eltöprengett azon, hogy életének egyáltalán semmi jelentősége nem volt. Stanley nem látja a nagyobb képet, nem ismeri az igazi történetet, örökre csapdába esve saját korlátolt elképzelésében arról, mi a világ. Halálata 13 marcel 13.37 mondja Stanley kitelt 100 darab subot Manningstre, amin. Beletörődött hát, és készségesen elfogadta rövid és sekélyes élete erőszakos végét. Minden jót, Stanley. Ne! No way! Én legugolok. Akkor nem lesz baj. Minden jót, Stanley, kiáltotta a narrátor, ahogy a tehetetlen Stanleyt a hatalmas fém állkapcsok közé terelték. Mi a fasz? Stanley egyetlen gyomorforgató pillanat alatt megsemmisült, ahogy a gép testének minden csontját összezúzva azonnal megölte őt. Ne, és leestem, mégse, never mind. A Stanley példázat. És egyre be kell jönnöm. És mégis. Pár perc múlva Stanley újraindítja majd a játékot, és visszatér az irodájába, élve, mint mindig. Mégis, mit gondolt a narrátor, mit fog ezzel elérni? Mikor minden utat, melyen végigmehetsz, rég előre elkészítettek neked, a halál jelentéktelenné válik, ugyanazzá téve az életet is. Érted most már? Érted, hogy Stanley már abban a pillanatban halott volt, amikor megnyomta a kezdést? Ne. Nem lehet itt játszani? Hát jó. Hagyjuk szerintem, nem, chat? Jó játék volt. Kettő endinget megnéztünk. Azt, ahol voltam, ahol le akartam ugrani. Minden munkatársa eltűnt. És nem tudtam átstréfelni. Azt akarom megcsinálni úgy, hogy működik. Megy. Talán csak elnézett egy emlékeztetőt. És oda fixen be tudok ugrani, mert ott van egy nyitott ajtó. Figyelj, Stanley, azt hiszem rossz hangnemben kezdtünk hozzá ehhez. Nem vagyok az ellenséged, de tényleg. Megértem, hogy bizalommal viseltetni valaki más iránt nehéz lett, de az tény, hogy a történet egész idő alatt másról sem szólt, csak rólad. Van valaki, akit elhanyagoltál, Stanley. Mi? Hoppá. Komolyan? Épp valami közepén tartottam. Veszély! De egyáltalán nem vagy tekintettel másokra. Ennyire meg vagy győződve arról, hogy azt akarom, hogy valami rossz történjen veled? Hát nem tudom, hogyan győzzelek meg erről, de én tényleg segíteni akarok neked. Megmutatni valami csodálatosat. Figyelj, hadd bizonyítsam be. Hadd bizonyítsam, hogy a te oldalon állok. Adj egy esélyt. Na, most jól figyelj, ez fontos. Stanley átment a piros ajtón. Na. Miért nem az volt a sajtóba, hogy hova kötötték fel ezt a gyereket? Az kemény, Pisti. Közt a kérdában. Mindenki jobbot mond, szóval bal. De pirosat mondta az játék. A játék a pirosat mondta. Piros gonosz szín, mindig a pirosok gonoszok. Az nagy igazság. Jobbonják jobbra. Aha, talán félreértetted. Stanley átment a piros ajtón. Nem. Még mindig azt hiszem, nem megfelelően kommunikálunk. Stanley átment a piros ajtón. Itt a kék mögöttem. Rendben, legyen, csinál csak, Stanley. Annyira tudni akarod, mi van odakint? Annyira rá akarsz jönni, mi vár az általad választott út végén? Hát ne hagyd, hogy az utat váljak. Látod? Nincs itt semmi. Oh. Be se fejeztem a pályán részének felépítését, mert neked eleve soha nem is lett volna szabad itt lenned. Hibás szobák, kilátszó fejlesztői textúrák, ez az, amit látni akartál? Megérte tönkretenni az egész történetet, amit kimondottan neked írtam? Azt hiszed, nem fektettem bele egy csomó időt? Pedig igen. És végül pedig hiába volt az egész, mert te ezt akartad látni. Segíts már nekem, Stanley, segíts pénderítenem ezekre a te furcsa vágyaidra. Mi tette volna jobbá ezt a játékot? Megérte. Te mit akartál látni? Járműveket? Képességfákat? Működj együtt velem, eddig az égvilágon semmit sem adtál. Mondok valamit. Hadd üssek össze vakon találgatva egy új megoldást, te meg adj visszajelzést. Parancsolj! Egy harmadik lehetőség. Ez már is nagyságrendekkel többnek érződik, mint ami eddig volt. Gyerünk, Stanley, tégy próbát vele. Hát most már gyanús. Na, bro. Megyek a bal oldaliba. Oké, itt most leállítalak. Na, mondd el az élményeid ezzel az új verzióval kapcsolatban. Egy. Egyes? Hiszen azt megértem, ha voltak fenntartásaid, láttál olyasmiket, ami lehetne javítani, hogy a játék kifejezőbb legyen. De egyes? Ez még csak nem is segít. Mihez kéne ezzel kezdenem? Ó,
de gondolom az ítélkezés nem az én dolgom. Tessék, a korábbi végigjátszásból származó adatok alapján összeállítottam egy új verziót, és hogy teljesen őszinte legyek, szerintem ezzel messze a léc fölé kerültem. Nézzük meg! Na, azt mondanád, hogy attól a ranglistától eléggé motiválva érzed magad, hogy tovább sétálj az ajtókon? És még csak őszinte választ kérek. Ó, majdnem elfelejtettem. Van egy prototípusom egy új játékból, amin dolgozom, és ez a mostani remek alkalom volna egy kis játékteszteléshez. Ugye, volna kedved vetni rá egy billantást? Tökéletes. Hadd indítsam el. Mi a fasz? A csecsemő balra mászik a veszély felé, te a gombra kattintva visszamozgatod jobb felé, ha pedig eléri a tüzet, vesztettél. Ez nagyon jelentőségteljes játék, a családi élet elvárásaival szembeni végtelen küzdelem kétségbejtő és fásult mi voltáról szól. Szerintem a művészvilág fel fog figyelni rá. Na, bro. Nem akarok csecsemőket ölni, chat. Az már way too much. Megöljük. Nem fog meghalni. A játék üzenete csak akkor válik nyilvánvalóvá, miután már úgy 4 órát játszottál, szóval mi lenne, ha adnál neki 4 óra játékidőt, hogy meggyőződjünk róla, tényleg hatásos. Ne felejts jegyzetelni az élményeidről. Te szívtelen rohadék! Azért csináltad, mert gyűlölöd a csecsemőket, vagy pusztán, hogy velem dacolj? Mert ha az utóbbi, hát akkor nem tudom, mit tegyek. Teljesen kifogytam az ötletekből. Egy árva dolog nem jut eszembe, ami javíthatná számodra az élményt. Meg sem próbálom. Kifogytam. Vége. Ennyi. Köszönöm a játékot. Hozzájárulásod igen értékes volt. Hely, mivel az én játékom ennyire pocsék volt, mi lenne, ha valaki más játékát játszanánk? Csak a fájdalom enyhítésére. Lássuk, mi akad itt? Töröm, igen, ez alkalmasnak tűnik. Tegyünk próbát vele. Na, végre valami jó. Stanley, most jobb valamivel. Végre az egyetlen dolog, amire mindig vágytál, egy játék, amihez nekem abszolút semmi közöm. De elég ez? Ezt mondd meg nekem, Stanley. Elég lesz ez valaha? Hát annyit mondhatok, én többet neked nem csinálok semmit. Nem tudok ugrani. Mostantól csak magasabb művészi célok beteljesítésért fogok alkotni. Ezt figyeld, Stanley, építek egy házat. Ez ide fog kerülni. Ha! Nem, ide. És aztán... Nagyon komoly ez a játék. Lássuk, mi kell bele? Igen, persze. Az egész befejezéseként pedig... Igen! Kész! Let's go! Ezt én csináltam, Stanley! Nézd meg! Tekints műalkotásomra és szégyenkezz a fölött, hogy te mennyire kevés vagy. De hát még csak kívülről láttad. Csak az élmény felét élted át. Kérlek, lép be és helyezd magad kényelembe. Nem nagyszerű? Nem tökéletes? Na, hát annyira nem. Csak úgy lehetne jobb, ha... Várjunk, ez az! Újra kell építenünk gyémántból. Mindent gyémántból. Igen. Igen, igen. Gyere, Stanley, mennünk kell bányászni. 13 Marcel 13:37 mondja, megtaláltuk Mennin titkos bázisát a Minecraftban. Real. Hova menjünk? Uha, úgy látszik, kicsit sötét lesz. Hoztál lámpát? Na, bro. Valami szűkebbet és lineárisabbat keresek. Valamit, amitől tényleg rettentő jelentéktelennek érzed magad. Ez egyáltalán nem lesz jó. 5-1. Ezt még a gyémántok se tudnák megmenteni. Oké, új játék. Most mi lesz? Skyrim? Igen! Azt sem tudom, mi ez a játék, de imádom! És te meg tudom fogni a dolgokat. Egy üvegdobozban, amiből nincs kiút, és hallgatod, amit mondok. Ez ihletet. Magam sem tudtam volna ennél jobbat. Egyáltalán mi akarna lenni ez a játék? Nem tudok rájönni. Oké, most már kíváncsi vagyok. Gyerünk, derítsük ki, mi a fene ez? Portál! Portál? Portál? Ja nem! Ki tudtam jönni az üvegen, oké? Ez egy feladvány! Kritikus gondolkodás, Stanley! Az erősséged! Zseniális! Köszönöm. Nem, igazából tudod mit, szerintem ennyi elég. Igazán nem érdekel, hogy lássam, hogyan botladozod át még több ilyen játékot. Bro, for real. Look at this! Úristen!
itt egy macska az asztalon, live borka reaction. Menni akarok, hagyjatok békén, öljetek meg, idióták a gazdáim, valaki mentsen meg. Srácok, mit kell csináljak? Bazd meg, most komolyan ezt nézem már egy órája. Ja. Én nem tudom merre menni. Gőzöm sincs, merre kell menjek. Vajon mit talált? Ha azt akarta, hogy ő legyen a vezéralak a saját történetében, hát talán megkapta oda lent a... Bárhol van is most éppen. Vajon örül a döntésének? És megtanulta, milyen nagy árral jár az együtt? Hogy értelmet adjon a káosznak és a félelemnek és a zűrzavarnak. Ez vagyok én. Ezt jelentem én ennek a világnak. Ó, igen, igen, visszajövök. Nincs más módja. Miután ennek vége, miután lezárult az egész, akkor visszajövök. A vég hamarosan eljön. Igen, hamar. Ennyi, srácok. Ennyi. Ha tetszett, amit hallottatok, iratkozzatok fel Monninra. A narrátor szerepében egyesok közül hallottátok. Fú, gyerekek, ez de cringe. Ez de cringe volt, bazd meg. Komolyan mondom. Így kövessétek be egyesok közül. Amúgy kurva jó játék. Forró, ajánlom. Köszi szépen. Neked is köszi szépen, nyomkodtad a gombokat. Nincs mi. Ennyit kértem tőletek, és ezt se vagytok képesek megcsinálni. Hát ez borzalmas. Mennyi agyhalottal vagyok összezárva. Kövessétek már be amúgy, kajak. Ennyit kértünk, hogy kövessétek be. Igaza van azzal kapcsolatban Herbinek, hogy gyerekgyilkos vagyok. Igen, mert megöltjük a kisbabát a játékba, de hát most ez van. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljád, a nételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.